Sziasztok, ez itt újra a Kocka Játékvárja, és folytatjuk kóp videósorozatunkat a másik résszel. És ezt az adást mindenki Dragon György alias Gyúnak ajánljuk, ugyanis sajnos a mai első rossz hír ebben az évben, az mindjárt egy nagyon nagy rossz hír, ugye, és sajnos ő már az égieknek sztorizgat, és nem nekünk és a kedves olvasóinak és nézőinek. Üdvözlöm újra Mr. Blue-t. Sziasztok! Sziasztok! Szia, Andrew! Gondolom, akkor te is ismerted végig, ugye, Gyúrt, és... Igen, egy fél éve ismertem a munkásságát, és engem is megrázott a hír, mert pont hete beszéltem vele, hogy jövő héten akartam vele én is interjút készíteni, úgyhogy eléggé szület is. Ez főleg így ilyen hirtelen, és az, hogy hát igen. Én azt hittem, meg sokan azt hitték, hogy ez csak egy nátha vagy valami, aztán úgy látszik, valami komolyabb vírus volt állítólag, úgyhogy... Igen. Ez lehetett a gond, meg hát az, hogy szerint, hogy nem tudom, miért nem, mert nem kórházas kép volt, így nem igazán értem, hogy miért nem kórházban ügyeletem volt. Mondjuk igaz, hogy nagyon rossz időpont van, most itt eszembe jutott, mert ugye most nem nagyon vannak, még a kórházak, meg az ügyeletek sem nagyon vannak most, nem? Igen, meg hát ilyenkor az emberek... Gyógyszertár sincs nyitva, mert most pont voltam egy gyógyszertárban, de... Úgyhogy... Igazi ok valószínűleg sajnos ez volt, hogy... Olyan beteg volt, hogy nem tudtuk, hogy mi történt vele. Nem tudhatjuk pontosan, mert lehet, hogy ők se tudják, hogy... Ja, igen, hát persze, ez lehetett a gond. Úgyhogy ez a gameplay egy ilyen kicsit ilyen nosztalgiázós a gameplay, ezt is mondhatjuk, ilyen kis szomorkásabb emiatt az eset miatt. Hát igen, biztos, hogy nem biztos nem olyan lesz, mint múltkor, az biztos. Mert te már régóta ismerted, én ugye... Találtam egy kis lőszert, én ugye nem ismertem olyan rég. Csak kétszer, illetve háromszor beszéltem vele Facebookon. Úgy volt, hogy föl is vezem a Facebook ismerősök közé, de ugye sajnos már ez nem tudta megtenni, mert ugye elhúnyt. Emiatt is történt ez az eset. Hát igen. Hát reméljük, hogy legalább valahogy vagy az regények, hogy valami, ha nem tudom mennyire volt kész, hogyha meg tud jelenni, akkor még tovább él abban is gyúlnak a hatalmas igen, tapasztalata, meg a történetei. Mert bennünk úgyis tovább, mert nekem emlékeim vannak így a számítógép az internetből is, meg hát, hogy ott vannak az interjúk, meg a könyv dedikálva. De hát mondjuk a másoknál is azért ott vannak az emlékek. Igen. Illetve hát ugye készül egy játék is, amit még 3-4 hónapig ő is dolgozott rajta. Úgyhogy meglátjuk, hogy lesz. Ha most mindenesetre akkor rakjuk be a skilleket. Igen, és úgykor nem raktuk be. A Gyúl emléke, aki, aki játékot, szereti egyébként az RPG-ket, meg az akció RPG-ket, Diablo-val is sokat játszott. Azt nem tudjuk, hogy ismerte a Borderlands-ot, de talán az első részben már biztos, hogy valahogy biztos ismerte, hogy neki nagyon nagy lexikális tudása volt, úgyhogy valamilyen szinte biztos ismerte ezt a játékot is. Hát igen, valamilyen biztos kipróbálta. Tehát, mert úgy van, amit annyira nem szeret, például az FPS-eket, de mondjuk ez nem szimple FPS, tehát ugye itt a kód meg ilyenek, azokat is kipróbálta. Tehát nem úgy volt, hogy egyáltalán nem próbálta volna ki, csak hát nem a kedvencei voltak. Most beraktam a skilleket, csak azt hittem, hogy hogyan kell, így kell használni, F-fel jól. F-fel lehet csapdákat rakni nálam. Nem tudom nálad, hogy van. Nálad is F-fel lehet? És akkor megyünk tovább. Apróbb, ilyen technikai bakik után. Én elszállt a szerver, meg nem volt hang. Mert ez valami szerver hiba volt mindegyik, úgyhogy... Folytassuk tovább az emlékadást. Igen. A Gyug azt nagyon szerette egyébként, hogyha... Olyan RPG-k voltak, amik tudod, ilyen több játékos RPG-k, mint például ez is végül is, csak az ilyen co-op RPG-nek az is többet. De inkább az MMORPG-kre gondolok itt elsősorban. Igen. Jó kis géppisztoly mindig itt van. Ja. És szerintem ezt is biztos, hogy kipróbáltam, mert végülis ez is valami szinten, mert az MMORPG-ben is kell csapatot alkotni. Itt is ugyanúgy, tehát ugye úgy élvezetesebb is, és hasznosabb, és jobb. Könnyebb. Például az első részt, azt egyedül nem lehetett megcsinálni. Nem tudom, tudod-e? Akivel játszottam tavaly, Edvalin, ő mondta, hogy egyedül nem tudta megcsinálni. Nem lehet megcsinálni, olyan nehéz. Még ugye akkor elvileg könnyebb... Könnyebb lények vannak bennem, elviekben, mint itt, de egyszer nem tudta megcsinálni, mert egyedül nehezebb. Ez is gondolom azt mondom, szerintem Gyú kipróbálta. Gondolom én is.
És nagyon szerette az, ő is szerette nagyon azokat a téli éjszakát, mert például Lotróba az elején, ha a törpökkel indulsz, ő is ment törpökkel, meg aztán a tündéknél is van, akkor ilyen a havas területre indulsz az Ered Rulin a Kékhegységből. És akkor emlékszem, hogy nagyon szerette, tehát csinált videókat tőle a Lotróról, ő is, annól a GameStar-nak, meg beta videót. És nagyon szerette, tényleg, jönnek, belököd? És meg is haltál? Ha, belökött a vízben, a szívükről. Segít. Úristen, ezek milyen szörnyek? Nagyon, nagyon keményen járt, nagyon kis. Tényleg. Hatalmasat ugranak, dobálnak. A csapda, ez nem tudom, hogy a... Ja, nem csapda, bocsánat. Hát nem tudom, miért csapdának írják, meg is nem csapda. A Death Trap a neve ennek a robotnak, ez egy robot végül is. De segítő robot. Ja. Majdnem olyan, úgy nézzük, mint az az őr torony, amit a... Az a... Na, akartak ide a gépfegyveres csákot tud csinálni. Igen. Te mit tudsz? Neked mi a speciális? Ja, oda lehet, hogy át lehet menni arra a szigetre. Ja, valószínűleg majd itt, aha, itt át kell menni a barlangon. Igen. Valószínűleg, de keresztük az audiónak volt. Ami az első küldetésben azt mondtuk, hogy a kalóztanyában, de hát ez kiderül, hogy nem ott volt. Ja. És a kiderül, hogy ugye máshol volt. Lehet, hogy nem is itt van az a részen, ki tudja. Újabb szörnyek, tele van szörnyek. Ja. Még az erős szörnyekkel. Az volt, hogy kicsi a tár. Nem tudok egy tárral megölni egyet, és azért veszélyes, mert addig rám ugrik, amíg betöltöm a fegyvert. Levertem. Ó, megint mekkorát dobott ide. Hihetetlen. Ez a nagy tud ekkorát dobni. És az a gond, hogy ilyen nem látod, mert alulról dobják. Ezért is mondtam, lehet, hogy múltkor nem vetted észre. Videóban mondtad, hogy a harc hevébe dobtak egy fél jégszigetet. Nem a szörnyek, az biztos. Ja. És ez csak a játék eleje. Érted. És meg a legeleje, az első pályát az első fele. Ja. Hogy a kalosztanyát azt kiirtottuk, és most legalább keressük azt a... Keressük ugye tovább, hogy meglegyen az audiónak. Igen. Itt át lehet menni valahogy a szigetre, nem? Óha! De levérek, vagy hát még leegyszerűsítve van, de levérek végül is. Meg kell várni, mikor jönnek rád, és akkor lehet lőni őket igazán. Igen, ezek a öcsöre csatája a harci nevére. Ja, igen. Jeges változata. Jeges szeretettel jönnek ránk. Egyébként, ha már ötszerek csatája, hogy Gyur nagyon szerette a Hobbitot is például a Kokály. Akár a Gyurkurát, általában a Tolkien értelmszerű. Aztán volt is némelyik ilyen Tolkien partin, ami most lesz megint. Holnap. Igen. Holnap lesz a Pesten. Igen, látom, hogy a Magyar Tolkien társadal is kiírtam egy cipőt, és nevegődött. Tényleg? Aha. Azt nem láttam még, megnézem most akkor. Rengeteg embert ismerték, nem is tudtam volna mennyi ilyen ismert a videóst, hogy ilyen... Itt tudok, hogy Bobost ismert. Ugye nagyon, nagyon sokat ismert. Nagyon sokat. Meg nagyon sokat meg segítettek köztük ugye nekem is, de másoknak is. Tehát hogyha valami problémánk volt, akkor... Igen, nekem is próbált segíteni, meg mondta. Ja, beszéltél vele Skype-in. Igen, igen. De csak egyszer. Beszéltem vele Facebookon, de... Sajnos interjúban nem jött össze. Hát igen, egy kiismeretetlen a sors, sajnos. Jaj, beleestem a vízbe. Szeleki Andrew. Na, ezek a denevérek nagyon kemények. Hát azért, mert nem lehet őket eltalálni, mert szar fegyvert választottunk, de hát nincs más most nálam elvileg. Még ez volt a legjobb, hogy összeskülön. De van egy olyan fegyver, nem is az, hogy van egy ilyen szóró fegyver, és az azért jó, mert akkor repülhet össze-vissza. Ja. El lehet találni akkor is. És mindjárt megnézem, hogy van-e nekem olyan, mert annyit főszedtem már, hogy... Igen. 39-es, ezt kicserélem. Oké. Okay. Menjünk, hol vagyunk, hol vagy? Itt át tudunk menni ezen a szigeten? Igen,
hogyha ott van egy lezolant hajó, nézzük meg, hát ha vannak ott alkatrészek, vagy ilyesmi. Jó ötlet. Ja, akkor ezt láttam onnan a másik oldalról. Ja, valószínűleg. Legalább egy kis lőszer végre. Ah. Van is ilyen jel, az mit jel? Ja, ja, hát az a szép jel, nem? Igen, egy ilyen, ilyen mentő. Ez mi? Ezek arra kell menni majd fel. Miért is van egyébként egy ilyen... Jaskin. Nem tudom miért, itt egy ilyen állomás, ott a túloldalt onnan. Ja, hát ez a szép elvileg, a szép jel azt hiszem. Szedjél föl pénzt. Itt álltunk. Maradj itt, én megnézem ezt az állomást, addig maradj itt, ezt már szólok, hogy valami. Milyen állomást? Ja, arra? Azt nem is néztem. Azt a, ugye, megnézem azt, aztán szólok, hogy valami érdekes. Így maradj itt, endről aztán fedezd itt a hátunkban, ne jöjjön sem. Ja, persze, akkor ide jövök azért. És majd megnézem, és akkor azt megyünk arra tovább. Csak megnézem, ne, mind a ketten megyünk mindenhova, így azért, hogy ketten megyünk, itt tudunk segíteni. Találtál valamit, vagy nem? Egyelőre még nem, én most vagyok itt az elején. Egy csonthalom volt, itt volt egy kis pénz. De azt én is megkaptam a pénzt, érdekes. Ja. Itt az állomás, de úgy látom, ez már elhagyatott és nem lehet bemenni. Ez egy, igen, ez egy itt egy fegyver van, egy ilyen két csövű géppuska, valószínűleg egy ilyen állomást, tehát egy ilyen kikötő állomást védett, tehát itt, ami el nem pusztult itt a Pandorán. Valószínűleg ez egy régi időből maradt ilyen állomás lett. Úgy látom, azt fedezte, vagy akik innen lejöttek, mert itt látszik az űrállomás, ugye, amely a Pressegual részben van. Értek, ide nem lehet bemenni. De ugye ez már nem él. Tehát ez már szét van lőve, meg itt már szörnyek vannak, itt már ugye emberek nincsenek. Mi hát itt tele vannak szörnyek. Tele vannak szörnyek, azt láthattuk, érezhettük sajnos. Tele van roncsal a hajókikötő. Az akár így az űrcsúliárdos egyik boldója is lehet, nem? Tehát a regénye, ha már így egy úrról beszéltünk. El tudnám képzelni akár ide egy történetet. És akkor menjünk vissza arra, mert folytassuk az utunkat arra föl, ott a hegyen. Ha. Ja, itt erre a dombra, vagy hegyre, hát. Jövök én is, a kicsit amelyek a kerekben. Az érdekes ez a fegyver, mert lövöm, nem azonnal van hatása, lövöm és fölrobban, és akkor van hatása. Érdekes. Ja. Shotgun. Ugye azt a régi kikötőt is már ugye a kalózok használták, ugye. És ott már ugye nem volt... Tehát ott már nem volt semmi olyan úgymond értékes, vagy izé. Ott már minden elpusztult, már csak a kalózok, akiket ugye az első részben ugye kinyírtunk az előző adásunkban. Ja, igen. Ott voltak az a szigetnek ott a urai. Ó, itt át kell ugrani szerintem, nem? Tele van minden ilyen, valószínűleg itt át kell ugrani. Próbálj meg te összeendni. Sikerült, de nagyon pontosan kell. Kaptam is 100 XP-t, azért már átugortunk. Főfélezt, na, sikerült? Jó van. Én 160 kaptam. Tényleg? Akkor neked jobb volt az ugrásod, úgy látszik. Köszönöm. Bár elvileg a területére adott, de hát akkor ott meg ugyanaz száll. Úgy látom, itt szörnyek vannak, hogy a szörnyek ilyen. A száll. Akkor értsük őket. Pont mire... Úristen! Miket dobálnak meg? Rámugrott és eltalálta a fejbe, megfordulott, adott ide. Ja, igen. Mondjuk az X-t nem sajnálja a játék, azt én is fogom. Az X-t? Itt ugye még nagyobbat lehet fejlődni. Uha, ahja, jövök. Még jó, hogy itt van ez a szikla. Hoppá, kifogytam az amóból. Nekem még van. Legalábbis a gépfegyver bennél. Na még itt a pisztoly. Az a vicc, hogy a pisztoly jobban szivat, mint a gépfegyver. Az a gond, hogy föntről dobálja. Az óriási. A játék, hogy változik az idő, tehát egyszer világos, egyszer sötét, egyszer homályos. Ja, igen, tényleg. Átváltok valami másik fegyverre, lehet, hogy abban van. Nem csináltak. De azok, hogy meghaltak. Akkor folytathassuk majd tovább utunkat.
Az élete nagyon kevés nekem is, a pajzs 112, de az élet csak 8%-on van. Nekem is lefőtt az élet. Ez nem jó. Berakok egy izét. Shotgun-t. Tettes van. Puska van a gépisztolyba. A gépisztoly az kifagyott nekem. Ja, most puskára vált. Nekem is, mert ugye azt használom már először. Jajjajj. Egy kis lőszertölt megférsz. Na erre, itt van. Aha, itt van. Na. Igen. Itt már nincsenki, hát igen, jelzik. Igen, látszik, azt kiirtottuk. Kiirtottuk a hát viszont még van valaki. Hol? Hát itt. Kis szörnyike. Erre kell menni tovább, valaki. Aha. Jó, de jó, hogy az első egy vasszincsát, hogy hoppá, level 7. A kamutokat ki kéne írtam, hogy az nem lehet tovább. Jó, hogy itt el tudok bújni a sziklák mögé. Ez közelre nagyon jó ez a shotgun. Egy-két lövés és meghal. Szóval, hogy főleg a kritikus, akkor még egy is elég. Elég veszélyes itt a terem. Én szörnyel kalózok. A harci terevér. Van itt minden. Ez a shotgun, ez nem veszte. Egy-két lövés és meghal a szörny. Ott is van két szörny. Oha. Egyek. Na jó. Hát már eldobtam, vigyázz csak a vízben els. Egy víz van mögöttünk? Van. Most nem néztem. Van, ha szintus vagy, ha víz van belső, akkor meg azt nem tudom. Shotgun, ez jó. Elvilágosodik. Ja, hogyha a világosodás mi eszembe jut egy újabb jó anekdota, vagy hát ilyen emlékezés, ugye, vagy másik videót is csináltam Lotról, és ott volt egy olyan videója, amikor végig azt mutatta be, hogy hogyan kell föl a nap, ez nagyon jó volt, mert ott is tudod, ugye változik. Igen. Egész nap, és ezt végig fölvette, és egybe tudta mutatni, nagyon jó volt. Én nekem is tetszett nagyon egyébként utána. Ja, a videó, én azt személyesen nem láttam még. Próbáltam megcsinálni, és hát már rég egy 5-6 éves videó, hogy még több már. Ott is szörnyek vannak? Szörnyek. Igen, három is. Ezek ilyen ezért jégcsapokat dobnak. A köveket is. Belöptek. Tényleg? De hova a vízbe? Jaj, én is. Jövök vissza. Franzra, hogy leestem a vízbe. De várjál. Vannak szerencsére ilyen. És milyen jó, hogy úgy vannak ezek a jégtáblák, hogy nem csak dísznek van, mert legtöbb játékban úgy van, hogy csak dísznek van, és hiába van ott, nem tudsz ráugrani, fizikai, vagy hülyén van megoldva. Itt viszont nem úgy van, úgyhogy mégis nem haltam meg, csak én is hogy jutok oda-vissza? Nagy kérdés. Azt gondolom, akkorákat tudnak... Azt gondolom, nem tudom most hol vagyok, ja, már tudom hol vagyok, jó. Vissza kell neki oda sétálnom, nehéz lesz, de... Legalább most látják a kedves nézők, hogy, itt aztán tényleg nem csak dísznek vannak ezek a minden egyes darabja vagy eleme ezeknek a jég daraboknak, hanem tényleg végig lehet ugrálni a vizen. Meg hát egy nehéz játékról beszélünk, úgymond. Nem egy könnyű játék. Hát nem, most ezt átváltok közben egy másik pisztolyról. Jó, messze vagy innen tőlem. Messze vagyok? Elég, én már megtámadtak közben a szörnyek. Sziasson, de vissza! Jövök, szakadom, csak átváltok közben egy másik pisztolyról. Oké, okay, jövök. De ez is ugyanolyan, hát akkor mindegy. Átváltottam közben egy másik pisztolyra, de értelme nem volt, mert... Kifagytam. Jövök. Megöltek. Az a gond, hogy ezek nagyon el tudnak tolni. Nagyon odaugranak és leesel. Kész. Túl erősek voltak. És lőszerem semmi. És ezek ugrálnak még lefele is ide most felém. Jövök én, jövök, de már mérek oda mi? Már nem, túl később. Meghaltam. Meg itt vagyok. Mindjárt most ugrok majd át. Megy, de rakott vissza. Ah, meg akkor ezt is jelenti, látod ez az a... Ja, igen, szertő. A hajóna itt volt. Na, várjunk akadva a hóba. Akkor menjünk együtt.
legjobb helyen. Na mindjárt megint, hát ez hihetetlen, most megint, megint lelöktek. Ja. Ezek nem hülyék. Na várj, ide ugrott, ez jó. Fáj, le tudom lőni. Aha. Le tudtam lőni. És te hol vagy? Itt vagyok a vízbe. De nem tudok kijutni. Az nem jó. Meg halálval fagytam. Jött a karakterem. Az sose jó. De kidobok pár cuccot, mert nincs helyem egyszerűen. Itt vagyok, jövök vissza. Oké. Okay. Itt vagyok mindjárt, mögötted vagyok. És hogy tudunk visszamenni? Itt vagyok, látszik, itt vagyok a szintem. Ha látlak, csak nem tudom, hogy tudok visszaugrani. Én nem simán átugrok ide, de menj arra. Na, nem megyek arra, ja. Itt is van egy ilyen valami. Egy nagy torony. Igen, láttam. Nagyon szűk. Hát mindenki beleesek, már itt csak ilyen kis jégcicok vannak, úgyhogy... Mindig át kell ugranom. Akkor úgy látom, meg kell kerülnem az egész szigeten. Az, hogy megvárok itt fönt. Itt leszek fönt, ahol menni kell tovább a következő hajóval. Szóval lehet ott lesz az aludjó napó végre. Jaj, lehet. Ez nagyon sok szörny védte. Oké. Okay. Nyugat ordi bácsaj. Ja. Na, szerintem itt át tudok jönni erre. Na, akkor itt bevárlak téged. Látsz már, nem? Még nem vagyok fölül. Fönn még nem, nem, itt vagyok lent. Ezek az a gond, hogy itt... hát ez necces. Próbálok itt átmenni. Ez már ilyen platformer játékra válik lassan. De szerencsére először a pajzsot szedi le. Jajaj, most már nem. Most meghaltam, vissza tudsz ide jönni, nem mi? Nem, úgyhogy élj egy újra, és akkor megvallat itt fönn. Nem, de végül is már ugyanitt élek újra majdnem, ahol most meghaltam, úgyhogy... Csak adagot ilyenkor elvesz pénzt, ugye? De legyőztel a szörnyeket legalább? Igen, még egy-kettő van, de azt már elintézzük együtt, akkor gyere ide, ugorj ide vissza föl. Egyébként néha elég viccesek ezek a szörnyek, már egy kinézetre, annak elég rohadt erősek. Ilyen viccesek. Igen, és elég kemények. Ja. Ilyen szörnyeket szeret, meg ilyen lényeket a Gyú is úgy írta vele a könyvekben, hogy ilyen félhetesek voltak, de viccesek is. Tehát voltak ilyen félhetes népek, de mindeközben vicces, hogy leírta, hogy hogy nézhetnek ki, ez viccesen is hatott. Ezt is szerettem, hogy érdekesen volt megírva nála. Filmetes elemek is. Meg vagy sikerült hát jönnöd? Csak ezt benyomtam, hogy itt vagyok már, nem látsz? De már látlak. Csak benyomtam a skillt, nem tudom, te nyomtál be a skillt. Ötödik szinttől adnak egyet minden szint után. Kicsit más skillek vannak azért itt, mint az egybe. Hello, itt vagyok. Hello. Jövök. Oha, megint ott vannak a barátaink. Alig várnak minket. Jó, hogy van ilyen tárcsőrös pisztoly. Egyedül van. Úgy véled. Lehet, hogy még lesznek páron. De kemény csata volt velük. Ez keményebbek voltak, mint a kalózok. Ja. Az előző részben ugye a kalózbázis azt kiirtottuk majd nehezen, de ezek a szörnyek keményebbek voltak a kalózbázis. Ez így jó. Na, találtál valamit? Pisztoly. Pisztolyokat? Pénz. A pisztolyok vannak.
Fele vagyok. Fele vagy? Egy újabb olyan hajó, ami itt megfenek a végbe. Jaj, nem lehet tovább menni, mi? Most nem tudom, merre kell menni. A kalóz bázison ugye már mindent megnéztük az előzőben, ott már kiirtottunk mindenkit, ott nem volt az audio log, tehát az audio log. Hát az a gond, hogy szerintem az audio log, mert az a vicc, hogy visszafele jelzi ám. Nem tudom, nézted a térképet? Igen. Úgyhogy lehet, hogy akkor csak az a furcsa, hogy közben meg itt szólogatott ez a hammer lock, mikor akkor nem is itt van, ezt nem igazán értem. Igen, de viszont ide is küldött, mert itt voltak a kalózok. Ja, igen, a kalózok. Akkor essél le itt, látod? Itt vagyok most lenn. Lát? Oké, igen, jövök oda. Közben itt valami jó fegyvert jelez. 51. 84. Itt vagyok. Mehetünk erre tovább. Akkor visszamegyünk, amerre jöttünk. Mert itt már nincs többi. Már kiírt, a vízen nem tudunk átjárni a következő szigetekre. Hajó meg, ugye a hajó meg nem lehet leszállni. Visszamegyünk oda a Hammerlockhoz, ahol volt, ahol jön. Aha. Azt mondom én is. Mindegyik pisztolynak ugye hat. Ezt lehet elvileg skillekkel fel. Van még egy szörny. Ja, szóval, hogy ilyen, újra ezért regenerálódott, hogy milyen szar? De ezeket lehet, hogy nem öltük meg. Elcsíves. Milyen szar? Jönnek újabb. Ah, oké. Időnként jönnek újabbak. Franzba. Lehet, hogy... A jégbe jönnek benne a... Várjál. Gyere, meghaltam. Gyere. Jövök. Várjál, lehet, hogy nem kell. Fedez. Azt megpróbálok, van. Sikerült. Mert közben megöltem az egyiket. Sokkal. Mert lehet, hogy azért vannak itt, mert meghaltunk párszor, hogy valami csak újraérünk. Mert itt ugye a kalózok is el van, valószínűleg ez a szörnyek része, hogy tele van ilyen csontfázony, de az meg a kalózok része, úgymond ez egy ilyen olyan pálya, hogy mindig vannak, úgymond a szörnyek azok szerintem mindig vannak. Ja, már itt vannak megint elől is, ja. Csak a izény nincs, ugye. Akkor ezek őjét meg azt menekülünk innen, mert itt szerintem tele van izé szörnyek, nincs más. Itt csak a halál vár ez a földön. Ja. Nem Mordor. Ja, csak jeges Mordor. Hát mint régen a jeges Mordor a... Most nem teszem be hirtelen fejből. A Szilmajrokban a rossznak annak egy jeges területe van. Azt a mekkorát! Hozzád vágta. Ezeket még szét kéne ütni valahogy. Ó, a francba. Mindig oda dobják, ahol nem kéne. Fölt a szélesteni? Pedig direkt kinyomtam ezt a death trap-et. Ezt ha menjük vissza oda. Mindig ki egy second wind a felülesztésre. Menekülünk innen szerintem, hogy túl sok a szörny. Nincsen semmi igazából, csak jég szörny, meg kalózok, de csak meg halál vár ránk, ja. Nem érdemes itt valami, még nincsen semmi. Ugye a kalózok ugye már nem csinálhattak rosszat, mert megöltük őket, azok nem jönnek vissza, csak ugye a szörnyek termelődnek töltöngőnek. Ja, hát ott jönnek ki a lyukakból, ha láttad. Ja. Azok itt élnek valószínűleg. Ja, hát itt azért van barlangó meg a lyukakba. Milyen óra hangja van. Ja. De biztos, hogy sok XP-t gyűjtöttünk. Hát ugrottunk egy szintet, legalábbis én ugrottam egy szintet. Itt is már olyan van, hogy de szörnye, vigyázz. Aha. Arra gondolom, hogy be vagyok megint akadva. De, természetesen. A nagy meghalt. Kicsik is. És szerintem megint majd belebotlunk valami szörnybe, mi? Meg ugye az első kalóz bázis van. Kalóz bázis? Itt volt az előtér, mögött volt a szörny. Ja, igen, emlékszem. De van a kalóz bázis. Na, ez hogyan fájt nekem? Ezt nem tudom. Hogy jöhet nekedek vissza? Na, látszik, ezek is jönnek. Még ezeket megöltük. Én sem tudom. Ha valószínűleg akkor az oldalnapban nem teszünk fel, hogy visszaterek.
Lehet, lehet, hogy azért lettek újra, mert meghaltunk, tudod, vagy újra kezdtük valami, és akkor amiatt. Ja, itt volt az az erőtéren, nem emlékszem még. Az első részben. Szívesen. Ott van valami, az ilyen gyógyhely? Ja, ott tudunk venni ilyen cuccokat, nem? Ja. Nem rossz az a Death Graph, vagy a szám. Micsoda, de fkb, hát már nem sok HP-ja volt. Az van. Én az nem akarja eltalálni. Honnan lövöd ez, ne? Én nem, már lelőttem. Hát de ez föntről átlőtt a lúra. Ja, ja. Ez egy érdekes. Na erre van visszajut a lúta, mert jöttük ott. Ha visszajönjük az a headlockhoz. Hopsz. Még itt is újra élettek. Ja, éreztem egy. Itt lesz valahol az a pasosom. Ja, aznak ilyen bázisa volt, az arra volt, hogy hülyeélesztő. Legyen túl volt. Azt hiszem, hova jelzi, de nem jelzi. Ja, akkor arra fele kell mennünk, ahol nincs teljesen főfedezve. Igen. Most fontosan hol vagyunk? Nem egy kicsit keveredve. És. Egy zenszikos játék. Hát ez a rész, mert itt ugye különböző kis szigetek, stb. De ez is ilyen volt. De várjál, de mi most nem a... De most tényleg ott vagyunk a kalózoknál, de ezt nem értem. De a kalózok azok jobbra voltak elvileg, nem? Valóta megöltük az első részben. Hát azt mondom, és most elvileg ott vagyunk. Ja, van. Nem így nézett ki. De végül valami ehhez hasonló volt, nem? Mondom, eljöttünk. Ja, jó, igen, akkor összekevertem egy kicsit hasonló terület. Ja, most már tudom akkor. Vannak, hogy kicsit sokan vannak. Ez nagyon jó ez a kis robot. Oké. Okay. Akkor errefele kell menni előre, ugye már? Igen. Majd itt hagytunk át még, jele kell engedni. Itt a robot is, itt a kretti. Aha, na. Igen, azt mondja, erre lesz, mert máshol már voltunk, tehát. Igen, erre, ez új terület, erre valami. Na, ez új terület, itt van ez a hely, de amivel főleg is. Uha. Ezt te dobtad el, vagy? Ezt te dobtad, vagy kidobtad? Nem, én nem, az a szívók. Ja, ezek a hülye szívók. Megöltem. Oké. Ezzel visszatértem. Mint az izé, Arnold Schwarzenegger. Követik a robotot. Arnold Schwarzenegger. Ah, itt van átvezető film. Ó, akkor itt valami fő ellenség lesz. Mit van? Ja, és a brother, Bevin.
Ez egyszerre két boss. Szuper. Ez kemény küldetés lesz. Jó kis kemény a harci adást csináltuk mindegy egy új emlékére. Igen, meg lő, áldó. Hát a gyú azt pedig szereti az ilyen kemény. Hát a kemény rockot, meg a progresszív rockot is nagyon szerette. Úgyhogy a kemény játékot is szereti szerintem. De a két főbossz ezeket kell megölni. Hol vagy Andrew? Akkor itt lesz a cucc, nem? Na hol vannak a bosszok? Ah! Itt van, itt ugrál, de előjön, ja, ez az egyik, a kettő van. Másodban van az ágyban. Ja. És ez van pajzs is, nem? Hozom a robotot. Kis segítség. Eltaláltam. Meghalt, meghalt, he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 . Kis szemét. Ne segíts, Andrew, itt vagy fönn. Esélte, valószínűleg már... Hol, meghaltál? Ha? Jövök. Csak úgy késő. Meghaltál? Ah. Meg jöttem. Találtam egy jó gránátot, de nem tudom őket főszedni. Az akkor, hogy nagyon kevés a hely a... inventory-val. Tartok oda, csak itt visszadobod az elejére. Meg vagy még rendőr? Bírod? Itt vagyok. Ez a robot az egyfajtába ütött, ami meg nem halt most. Itt vagyok, visszatértem. Ah, oh, ez a kulcs. Jönnek a szívók. Na. Ez egy ilyen két főbosszt azt mondtam. Hát pontosan az egyik az már meghalt. Itt a másik, meg a hülyes. Még nem. Na, itt a boss lejött, a boss. Vagy ez ugyanaz a boss? Nem, ez a másik, lejött. Ó, basszus. Ez erős. Ugye kifogyok a lőszerből. Sziók, ezek nem durvák, ezek a szívók. Gyorsak, ja. Ez elejélek a lemek, egyes jól vált. Hát ja, csak közben jönnek a sziók, az a van. Lelőttem az egyik sziót, aki rámakadt. Szerintem ezek örökké jönnek, ezek a sziók. Az a gond. Most kifagytam az egyik fegyóból. Én ide, még jól van már. Ja. Hol van? Ott nem, alig van élete. Meghalt, jó van, együtt hívtuk, el is lőttem rá. Meg a másikat lőttem meg. Jó, mert hát én is font lőttem rá. Ugrottam is egyet. Lehetik a robot. Nem volt könnyű. Ez ugrottam egy szintet, rakok be valamit. Jó, hogy most már mutassa a robot az utat egyébként. Tudod, hogy a merre kell menni, mert ott ugye nem mutatta azon a kihalt részen. Ja, igen, igen, igen. Mutassa a kis robot, hogy az első részben volt ez a robot, és ott is mutatta, nem az utat. Úgyhogy majd segített nektek, amikor játszottátok ugye a közös végéjátszást. Ja, ja. Szét kell lőni a kaput. Thank you.
Kell nekünk ezt szétlőni? Úgy néz ki, igen. Na várjál, hát hiába lövöm, valami más, valami részét kell lőni, nem? Az az ágyú valami itt van. Megpróbálom szétlőni. Ja, oké. Ah, ez az, nem vagyok az ágyú, na vigyázzon, mert nem tudom. Várjál. Na, ez jó, sikerült. Ó, oh, és már jönnek is a barátaink. Gyere, gyere, átad, fedezd le. Ez jó. Hogy tudok ide felugrani? Ilyen járgányok az jó lenne, tudod, mint az első voltak. Ha biztos? Mindig jönnek? Igen. Arra még vannak, és csak hátra, jön valaki. Jönnek. Szihó! Egyszer csak kettőt tudok lőni, mert tölteni kell vele folyamatosan. Te is lőd őket adjuk valamit. Hadd küldöm a robotot. De ez jó az, az ágyú, tetszik. Ez jó, jó. Ilyen viszont nem tudom, hogy volt-e, hát főleg ilyen nagy ágyú az egyben, de szerintem nem. Ilyen, ne jönnek ezek a rakák, a harcok. És azokat hogy lövöd le? Azok is annál jönnek? Azokat én nem tudom, azokat neked kell. Ja, tudom, na, várjál. Nem tudom benélni, hát az ágyúval nem lehet. Amúgy is nehéz. Ez a fegyverem mondjuk még inkább, ki is fogytam. Egyet lelőttem. Már még egyetlen. Onnan jönnek, de nem érek. Még egyet lelőttem. Jó, megvannak. Hát nem tudom, az a viccám, hogy a régi részben, az egyben nem volt ilyen probléma, annyi, vagy ennyiszer nem volt probléma a lőszerrel, na. Ugye itt jobban fogy a lőszer, mert kevesebb a lőszer is mutatom. Mert ez jó volt, itt szépen minden. Jó, jó nagy ízét csináltunk. Ramazurit. Jó volt itt a gépáról, mert itt lesznek már ilyen, tudod, ilyen leutazási eszköz, tehát egy kocsi, vagy valami helikopterből valami. Biztos lesz. De egyben voltak, nem volt használatát, és láttam, hogy a játszottam. Mm-hmm. Csak kéne egy ilyen eladó helyre vehetnénk is cuccot, most eladhatnánk cuccot. Itt van valami. Valami, itt van valami sárkány. Sárkány? Hogy látod? A sárkány a hajó. Ja, hoppá, igen, tényleg. Meg megint vannak ilyen izék. Ja, úgy látszik van ilyen hobbitos. Lehet, hogy jó szelleme idézőjelben. Ilyen szempontból. Ő szereti, mondom. És még a Borderlands-ben is begyűrőzik a gyűrűk ura hatás. Itt már nehéz lesz ez a pálya, szerintem ez a mamán nem végzünk. És még van egy olyan 20 perc majdnem, annyit, amivel lefér még az adásba. De az egészen biztos nem elég, mert van itt egy ilyen előbázis, nem még maga a nagy bázis. Ja, akkor nagy. Meg nagy. Ugorjunk le. Ez egy új terület, úgyhogy igen, itt még nem voltunk eddig. Tele van hullával. Ezt a logot még mindig nem találtuk meg. Igen, de lehet erre lesz majd itt fönn, ki tudja. És még tüzel is a sárkány, ez tényleg smog. Ez egy jövőbeli smog. Na, vannak ilyen sokkal. Törpösodbanas. Na. Na, vigyázz! Csak azért hát, ha van, jön még elő ellenfél azért. Azért tanulj fel. Ha menjünk el erre, itt csak egy út van, csak az a nagy bázis. Uh-huh.
ellenséget választ. Itt ez a főnök, ez a Flint, ez itt a... Na akkor itt a kalóz, ugye kalóz Flint, az is Flint kapitány. Ez egyetemű utalás akkor. Jönnek is a barátaink. Jó. Ezek ilyen erős, ilyen gyors pszichók. És honnan lőnek? Föntről? Föntről. Ejjjj, ezt hogy nem találta el? Igaz, hogy föntről lőnek. Most elbújtam ide. Beszúlt a karakterem, már ez. Beszúlt a karakterem, igen, van néha, hogy beszúlul sajnos. Még ezzel van vagy? Jó. Hol vagy? Itt van, hol? Jaj, belementem miatt már én is a izébe. Belementem sokba. Ja, hát az ellenség miatt robbantottam fő, de... Ez a két. Ez honnan? Jaj, jövök. Ja, jöttek. Ha már megvagy. Megvagyok. Itt legalább azok a jégszörnyek nincsenek, ahol azok már nagyon mutat. Ja. Ha meg erősek voltak. Robbangatom föl rendesen a hordókat. Ezek a, nem a karika, hanem a jeges tenger, a jeges tenger. Ja, a jeges tenger kalózai, igen. Azt hallottad, hogy a Karib-öt az... Ott lehet, hogy nem lesz víz a Karib-ötben, az egy ilyen újdonság. Azt most kezdjük el forgatni majd lassan. Hogy nem lesz víz? Szárazföldre játszol? Ja, ez érdekes. Azért hogy lehet, az már nem kalózos. Hát meglátjuk, de ez még csak pletyka, aztán meglátjuk. És Ausztráliába forgatják, az a furcsa. Ezt tudod, hogy sokáig várja, tényleg ezt mondjuk. Tudod, hogy sokáig ez a sárkány. Ja, mindjárt ránk fújja. És hogy hátul vigyázzunk, arra jutott. Mi a franc? Majdnem lelökött a vízbe ez egyik. Ugye, egyfajtán vagy ennek. Jöhetsz előre. Ah, franzba. Megállt. Az egész olyan lassú, ez az egy hátránya, ugye. A töltés lassú, lövés lassú. Már csak épp itt fölénk van. Hát csak tudod, nincs. Most már lehet, hogy van töltény, hogy nyaltáltok. Na, most már azt hiszem van. Oké. Honnan kiabálnak fentről valahol? De itt van a fölünk. Captain Flint. De hol tudunk fölvenni? A felére. És már beakadtam a frigiderbe. Jó, annak még bugok. Szerintem azért volt a adás eleje után azért volt az a 4 órás bug is, mert hogy valami volt a játék, a maga játék, mert a kopok úgy gyönt kokos, csak nem adja, mint az első rész, mert nagyon az. Ja, hát az nagyon az. Itt egy killer is megint. Visszatér filmkiller. Megint van. Hozta a barátait is. Megint kemény nagyon. Sárkány meg csak fújja. Na másik gépfegyverem már egy valószer, elég. Van még. Mondjuk nem olyan sok, mint lehetne. Lehetne több is, fogalmazunk úgy. De lőszer urában mindig gondok lesz a játékosban. Mindig a lőszer gondok lesznek az szülőnek. Az egyben meg nagy, épp hogy nem nagyon voltak ott az ellenkezője. Volt. Nem volt lőszer? Ne, ott épp, hogy mindig volt, azt mondom. Ott mindig volt. Itt meg most mindig nincs. Jó, néz ki tőle továbbra is. Jó néz a bál is. Supplies. Meglepik őket egy kis méreggel. Ez.
Annak annyi is. Ó, már jönnek is. Próbálok ide bebújni. De minden lövölt egy pár pillanat. Jaj, illetve megnyomtam egy szét. Adottam egy gránátot. Mikor lehet, hogy pont rosszkor. Láttam, hogy pont oda mentél. Ó, ez a Badass Marauder, ez erős. Kicsikét erős. Jöhetsz, hogy megkívültem. Majdnem. Eljövök. Szépen öli a robotot a Badass Marauder. De nem gyenge ez a Marauder. Erre kell menni. A fő gonosz már ideges, nagyon, hogy mit gondolunk mi, hogy ennyire főfele megyünk. Tehát őt kell kapizni, mit vesz majd a hajó tetején. Ja, valószínű. Talán volt be tudjuk fejezni. Ha majd nem, ki tudja, attól függ, mennyire erősebb. Ja. Védelem. Mindenhol vannak, kell vannak. Hát ne hagyjuk akarba megint. Hát kata? Na, majdnem. Túl erős. Jövök. Láttam azt a kata. Az a gond, hogy annyian vannak, hogy nem tudok fölleszteni, mert a fölleszteni, akkor szétlőnek addig, tudod? Nem tudom, hova bújjak. Ah, honnan lőttek le? Ja, onnan. Tudsz jönni? Messze vagyok. Itt jöttek vissza az elejére. Hát nem tudtam. Hát nem tudtam. Az a gond, hogy ilyen négy felől lőttek, hogy nehezen tudok elbújni. De szerencsé ide lakva arájuk, alájuk. Ide alájuk rak, úgyhogy... Az a gond, hogy... Ez a pálya itt a közepén. Nem is az nehéz, de itt a fegyvereink nem valami jók, itt az a fő gond, tudod? Nem, a fajtája se jó, az ereje se valami jó, de a fajta a leginkább, mert nincs olyan én fajta fegyver, ami az egyben olyan jó volt. Arra jövök, innyi várnak. Nem találtam még legalábbis. Ott egy killer marauder. Vagyunk feledében az két parton. Most kirakok egy robotot. Nincs értem, hogy gyorsan támadjuk. Aha. Taktikusan kell. Hát próbálok ide fölmenni valahogy, nem tudom, hogy lehet-e menni, mert onnan lőnek. Itt haladok hátulról fedezlek. Hol vannak ott? Ha? Valahol lövöldöznek még, nem? Valaki nagyon kiabál, hogy de nem látom, hogy hol. Ja, itt. Sziasztok! Mondom. Nem is így gondoltam. Ja. Azt verték, azt meg hívott minket segítség, hogy ma már verték őt. Ja. Erre kell menni most, vagy? Ha valószínűleg. Bár nem tudom, hogy új minden, mivel nem ezt találjátok, hogy nem tudhatom, mert nem. Persze, én sem, ennyi szempontból. Mert az őrködő azt tudta,
az előző videósorozatnál, mert már kivitte a játékot egyszer. És hol van? Nem tudom, hogy hova lett. Mutko följelentkezett. Jöhet a harmadik. Jaja, Mutko följelentkezett, üzenjük, hogy gyere elő. Mutko följelentkezett a csatornán, tehát valahol van. Kérdés, hogy hol. Ennél talán? Hm? Írtam rá, írtam rá. Hú, az nem tudom, hogy hol vagyok itt, olyan sok ilyen cucc van. Nem tudom, hogy hol. Hát néhány videót csinált annó régebben, most nem tudom, hogy most megnézem, most jó is mondom, ránézek a csatornára, most vannak a új videók. Most nem tudom, hogy hol vagyok, itt fönn vagyok valahol a francba. Isten. Na Katá, jövök, hol vagy? Nem, már nem vár, jövök. Jövök, barátom, hogy sokan vannak. Tudom, kinyitom ezeket a szarokat. De Katá, megint? Jövök! Ja, de azok, hogy tagjam ennek az oroszok. Nehéz lesz. Tud érezteni. Itt vagyok. Ez mi volt? Gránát? Egy ilyen mini gyilkos volt. Ezt te dobáltad, vagy ki? Nem, ez a, egy ilyen mini gyilkos volt. Mini killer. Mini film killer. És ott írta az örködőnek, csak mi nem válaszolt, ugye? Írtam én e-mailbe minden, de lehet, hogy az e-mailje is megszűnt, mert a Steven is megszűnt, vagy legalábbis megváltoztatta a nevét. Lehet, már nem akar így közös munkája. Nem tudom, nem tudom, hogy hova lett. De még neki olyan munkája volt, ami nagyon titkos, ennél többet, és nagyon tudok sokkal többet. De vannak tippjeim, mi? Nem mondtál, mi dolgozott? Hát, körülbelül egyszerűsítve rendőrségen dolgozott, de annak van egy speciális részlegen, és hát akkor nem szabad tudod. Lehet, hogy ez, lehet, hogy szóltok neki, hogy ej, hej, 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 ezt nem szabad, és akkor érted? Lehet, hogy nem szerepelt így más videójára. Igen. Hát ugye én egyszerű visszakiadó, meg reklámföltöltő vagyok, ugye nekem lehet, mert neked is, de ő nem olyan munkát végez, mint ő. De akkor az életében nem kocka akkor így a magánéletében. De hát azért sokat játszik. Hát kivittük ugye a Warden Orfot is, a Lotro-val. Azt is szerette egyébként Gyu, tudtam val. Ugye, ez valami sárkány kalóz klán. Ja. Jack Sparrow és a sárkány kalóz klánja. A lehetséges. Na ilyen sárkányjelek vannak a falon, nem tudom láttad-e. Ja, látom. Megint nagyon lényeg. Ja, azt onnan is, az a gond, hogy több helyről. De még lehet egyszer visszatér. Lehet. Ez főleg, hogyha mondjuk esetleg más munkát találnak. Szívesen látom, meg én is szívesen látom nálam a hotelben egy váltatásban. Lehet, hogy hallottam, hogy annyira szerepelni, talán nem szeret ilyen interjúkat, meg nem tudom miket. Lehet vele dumálni. Hát azt, hogy talán... Ha van kedve, akkor én szívesen látom. Nem, mindegy sem, mondom. Mondom majd neki mindenképp. Úristen, mennyien vannak itt az oroszok? Hármat közös, mint akkor mit lehet pittel vagyok szóltam. Ja. Nem gamer, ő nem játszik. Ő meg össze-vissza dolgozik nálam, az a gond. Ja, mi is megbeszéltünk vasárnapra egy podcastet, de aztán hétfő lesz, mert kidőlt, hogy beírták hétfőre dolgot. És hogy vasárnapra. És akkor hétfő viszont szabad napja, úgyhogy hétfő lesz nekünk egy ilyen független filmes podcast. Értem, ha. Én nem tudom. Az jó. Én nem tudom össze. Attól függ, hogy tudod a munkájától filmet is. Ha jó sok pénzünk van. Szerintem a munkától sok minden függ, ugye. Főleg Magyarországon. Ez a gyere, meg a lift, gyere, szállj be ebbe, azt megyünk. Akkor ott leszünk fenn a gonosznál, mi? Várjál, nem kell itt erre elmenni? Vagy itt nem lehet tovább menni? Erre kell itt menni. Oké. Okay. Szerintem, ja, nem biztos? Nem működik. Hát akkor lehet, hogy valamit meg kell még csinálni itt. Nem? De nem, főfele kell menni. Azt hittem, hogy már a liftet betűnnek volna. Hát nem. Lehet, hogy lehetett volna, csak direkt elzárták, vagy elcseszték, hogy nem működjön.
Ugyan már mindjárt fogjuk az emeletet, mert itt bármiket a kis robot is. Itt van. Hát itt lesz a fő gonosz, mi? Egy ide. Ja, ott lent is volt egyébként, akkor gyors eladom azt a rohadt sok cuccot. Ami van. Ez milyen backpack? És szerezni. Ja, jó. Oké. Okay. Na, lőszebb bevásároltam. Hogyan van ez? Kicsit olyan furcsa itt az inventory a játék az egyhez képest. Úgy, így jobban meg van csinálva, csak vigyázni kell, nehogy elhagy valamit, amit nem kéne. Ja. Te is vásárolj be, hogy adjál, ami kell. Én most bevásároltam lőszerből. Na, ugye ez gyengébb a fegyver, gyengébb a lőszer, kevés is volt, hogy legalább akkor legalább legyen állam, amennyit csak lehet. Ja, persze, igazán már. Okay. Hogy örül a csaj? Ja, de itt azért nem lehet venni fegyvert. Igen? Yeah. Azt hiszem, hogy eladni lehet. Megfelelődik. Eladni lehet mindenféle. Én eladom a csomó fegyvert. Még lehet vásárolni csak a saját fegyvert, amiket eladtam, azokat tudom venni. Én eladtam egy csomó fegyvert. Item of the day, shield, gyenge shield. De voltam ott lent is egy, csak annyira sokan voltak. Van 1208 dollárom. Nem, 1623. Nagyon sokan voltak ott lent, hogy ott volt egy ilyen másik fajta, azt hiszem, lehet gránátot, pajzsot venni is. Tehát itt meg tudod, nem lehet venni. Igen. Jó, oké. És azt hiszem, hogy nem tudok eladni gránátot. Itt nem is de itt van, jó, oké. Jó, gránát. Még a pajzsokat is eladom. 120 gránátot is. Oké, okay, most már majdnem 1900 van. És van a helyem legalább, ez a legfontosabb. Na, oké. Okay. És már 8-at tud lőni az új pisztolyom, úgyhogy az már egy csoda a 6 után. Na, itt lesz valami nagy főnök. Ezt már elérem. Az hát. Ez hát nem kicsi. Mr. Flint, ugye? Igen. Burn, baby, burn. Ég, baby, ég. És onnan messziről, gondolom közben küld még rá. Na érdekes, oda dobtam a gránátot, de nem sokat ért. Hú, milyen érdekes ellövök a pisztolya, amit a gyors hat lövetűvel a Western filmekben. Hát is kell legyőzni őt, még ebben az adásban. Igen. Ez a fél pisztoly nem lenne rossz, csak annyira gyorsan lő, hogy alig látom, hol lövök. Azért a robot ez sokat segít. Valahogy oda kéne érni a főgonoszhoz. A kata? Nem, semmi csak a ó, közben égetnek ám, és akarra. Ja, second wind, ez nem te, ez valami te képességed lehet. Ez valami képesség, nem? Ja. Szerintem. Lejött? Captain Flint, úgy de mekkora nagy állat ez. Nem egy kis állat. Dobunk oda egy-két gránátot is szívességnek. Ja, hogy ilyen, hát ilyen kis csapdák vannak, azért halunk meg, basszus. Oh, nem is látok semmit. Be is vagyok akadva. Jó kis csapdák, igazi kalózhoz illő viselkedés ez. Itt vagyok, nem lehet? Sikerült, de már Flint ütötte egyet, mi? Na, nem sok egy bíjaz a kaptárt, már lehet. Na, nem sok van már neki. Jó, hogy lejött. Azt nem szeretem, amikor ott fönn van, de nem tudok elérni. Nincs. Nekem a sniper mondjuk itt jó jött volna. Egy
hallgatni. Hol vagyok? Együttes erővel már kinyitni. Szóval, hogy levontak egy százast. 132-t pontosabban. Ú, ez a tűz azért, ez veszélyes. Az igazi kalóz. És a shotgunja se gyenge. Az a gond, hogy a tűztől nem lehet látni, az a száj, amikor kijön, akkor vége mindennek. Ugrál össze-vissza a kis robotunk. Ha megöltem a sziókat legalább. Akkor... Mit csináljak? Az a gond, hogy itt van, hogyan élesztelek fel? Az a gond, itt vannak ezek az ilyen sziók is, égő sziók. Ez a tűzre megállapod. Mit? Ha meg az az égő szihó, ugye? Akartál meg én? Ne, jó, hogy ilyen még az elvonja a figyelmet. Legyőzte a robot? Meghalt. Ejha, hát a robot ez nagyon, azt nem tudom, hogy lehet-e fejleszteni. Mit szedték fel, mert lehet, hogy az én tudszom volt. Mit szedték? De valami kék is volt. Puska? Shotgun? Az annyira nem érdekel mondjuk. A kék az jó tudsz elvileg. Na, végül sikerült. Erre kell még gyere. Megöltük a kaptárt. Az a gond, hogy audio logot még mindig nem látok. Majd megtaláljuk. Hát ez a hosszú keresés. Van arról szó, szerintem itt ki kell írtani egy csomó rossz. Mennyi pisztoly? Elég, hogy mindenhol pisztoly van. Nekem rendes gépfegyver kéne. Egy-egy ilyet, mint nekem van ez a sárga gépkel. Tudsz venni a boltba. Melyikbe? Ami ott az elején volt. Ami az elején voltunk? Na hát azt én adtam el a cuccokat, csak a sajátomokat tudtam megvenni, jól láttam. Itt eladtam. Ja. Ja. Hát, és hajóval kell menni, és utazni kell. Na, utazunk azt utána, mert mentünk. Oké. Okay. De itt utazunk azért. Hát, jól, ja, nem elnéztem. Na, ott van valami. Megyek érte. Ne csak lősze. Best Minion Ever. Ez is ki van most pipálva. Best Minion Ever. Utazzunk. Köszönjük. Hoppá, akkor ez volt az. Nem? Na most akár már mást ír ki. Na, utazunk. Three Horns Divide. No. Na, akkor innen folytassuk majd legközelebb, szerintem arra kell lenni. Oké, ez egy igazán hosszú és nehézkes menet volt, de egyébként Gyuri is ezt szerette, tehát hogyha volt kihívás a játékokban, szerette a szórakoztató játékokat is, de mondjuk ez egyszerre szórakoztat és egyszerre kihívás nyújt. Végül is. Minden beszélünk a ővitelmüket az aljóval, az, hogy ki kell menni, és akkor menni kell majd tovább jöttem a kalózokat, az erről szól. Meg el van egy nagy bázis, hogy nem lesz könnyű meg a harmadik adásnak. Nem lesz könnyű, biztos. Idegesítő hangja van kicsit ennek robotnak. Ja, hát az egy első részben is így volt. Ó, ebben jó sok, azt felhúzzuk ezt a pisztolyt. Elagod, hogy tényleg én mindig pisztolyokat találok, de... Ez van. Úgy dobtam el véletlenül, ja. Jó, hát akkor köszönjük, hogy észtetek ezt az igazán és akkor még egyszer, hosszú és nehézkes menetet, de igazán jövőzetes volt és kihívást kelt és... És részvétünk az a Gyú családjának. És tényleg részvétünk Gyú és családjának, igen, igen. Ugye ezt a részt ugye neki az ő emlékének ajánljuk, hogy egy ilyen... Reméljük neki is tetszett, ezt is látta. Hívtunk, úgymond, reméljük ő is néz minket fölülről, meg tetszett neki a végigjátszás, biztos látunk, tehát reméljük. Már aki ebben hisz ugye, mindenki a saját egyéni eldöntése alapján, és akkor én is megköszönöm, hogy nézhetek minket, és akkor majd jövünk a harmadik adásra, amikor folytassuk tovább a háborút, mint a kalózok ellen. Igen. Egy keményebb lesz, ugye itt a frakciók közötti harc. Na, akkor én is köszönöm tőletek, én Mr. Blue voltam, sziasztok! És elbúcsúzom tőletek, sziasztok, és várunk legközelebb is!